rated T for teen. We were explorers. Each step forward took us deeper into the unknown. There were many dangers. But none so relentless as these monsters, who would see us wiped from existence. We call them monsters because among the countless planets we have discovered, this species is by far the most ruthless. We set out to chart the stars, to seek out intelligent life. Little did we know, it would find us. Sziasztok, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV újra. A mai játékom inkább az idősebb korosztálynak fog tetszeni, mivel az alapjai egészen visszanyúlnak a 90-es évek, talán a 2000-es évek elejei stratégiai játékok gondolatvilágához. Emlékszünk még mindannyian a CNC-kre, a Red Alert-ekre, még talán néhányan a Dűne sorozat játékaira is. Ez a hagyományos real-time stratégia bizony az elmúlt időben, hát mondjuk úgy, hogy megváltozott. Jött egy csomó stratégiai játék, amik inkább a realitást tűzték ki a zászlajukra, mint a szórakozási lehetőségét, de ezzel megváltozott maga a műfaj. Talán sokan vannak vele úgy, mint én, hogy hiányoznak nekik azok a régi számítógépkuckós idők, amikor az ember beült egy-egy ilyen helyre, fizetett pénzt, és a barátait jól elverte, vagy éppen a barátai verték el őt jól az éppen aktuális Command & Conquer vagy Red Alert résszel. Ezt a régi élményt az idei év februárjáig igazából csak és kizárólag a StarCraft második része próbálta meglovagolni. Valljuk be, hogy bizony nem éppen eredménytelenül. Ez köszönhető annak a speciális Blizzard-féle minőségnek, ami mind a játékmenetben, a történetben és a grafikán is meglátszik és jelentkezik. Ezt az egyeduralmat szerette volna megtörni a Petrol Glyph Games, amikor elkezdték csinálni a mai videónk témáját, a Grey Go nevezetű real-time stratégiai játékot. Egy jó barátom pár hónapja mesélte már, hogy az ideje egy tetemes részét ebbe a játékba öli, de nekem valahogy sose jött meg hozzá a kedvem, még csak az utána nézésig sem jutottam el. Viszont most, hogy csinálgatok videókat, és ezt ő is tudja, belinkelte nekem ezt a játékot, hogy a hétvégén ingyen kipróbálható a Steamen. Nem is haboztam sokáig, letöltöttem, és hát szombat este ki is próbáltam.
Lássuk, mik a tapasztalatok. A játék története a távoli jövőben játszódik, ahol egy béták nevű faj utolsó képviselői éppen bujkálnak az őket kiírtó The Silent One faj elől. A túlélés reményében a fejlett technológiájukat felhasználva egy féreglyukat nyitottak, amivel reményeik szerint el tudnak menekülni és el tudnak bújni, és békében tudnak élni egy másik galaxisban. Ám szerencsétlenségükre egy még veszélyesebb faj által uralt naprendszerben nyílt meg ez a kapu, ez pedig az emberiség. Természetesen több se kellett nekünk, azonnal megpróbáltuk elvenni az összes technológiai fejlődést és kifacsarni, amit még lehet ebből a haldokló fajból. A dolog akkor válik igazán érdekessé, amikor megjelenik az emberiség egy korábbi kísérletének eredménye, egy nanorobotokból álló, legjobban egy sárpacára hasonlító, régen pusztán kommunikációs célokat szolgáló, de most már saját akarattal rendelkező új faj, a Go. A játék tartalmaz egy 3x5 misszióból álló egyjátékos kampányt, ahol minden misszió előtt látványos animációval magyarázza az éppen aktuális történetet a játék. Ha ezt végigjátszottuk, akkor lehetőségünk van 4 fős skirmish és multiplayer játékra is, bár nem tudom mennyire könnyű partnert találni ehhez a játékmódhoz. Én minden esetre ellenfelemnek gépet választottam, és hát nem bántam meg. Az az igazság, hogy mindhárom frakcióval játszottam, és semmelyik frakció nem az a szokványos, bázisépítős és egységeket gyártós társaság. Mindegyik frakciónak megvan a saját maga különlegessége, mindegyik frakciónak megvan a saját maga erőssége és gyengéje, és nem csak hogy az erőssége és gyengéje más, hanem konkrétan a fejlődési rendszer, az épületek, az energiaellátás, konkrétan itt hatalmas különbségek vannak a frakciók között. Ahol nincsenek olyan nagy különbségek, az az egységek típusa. Minden frakcióban van könnyű, nehéz, légi és artillery, tehát tüzérségi egység, illetve minden frakcióban ebből 3 van, kivéve a Go-nál én nem találtam légi egységeket, de simán előfordulhat, hogy csak egyszerűen figyelmetlen voltam, de szerintem ott nincs. Ez nagyon nagy hiba szerintem. Tehát az építkezést, a hangulatot, az új, mindent annyira különbözőnek csináltak meg a 3 fajnál, és az egységek szinte tényleg ugyanazok, egy-két kivételtől eltekintve. A játék grafikája elfogadható, mondhatni szép, bár az egységek egy kicsit túl csiricsárék lettek nekem, tehát túlságosan futurisztikusak, de hát ezt mindenki döntse el saját magának. Amikor kicsit utána olvastam a játéknak, meglepődve tapasztaltam, hogy a játék zenéjét ugyanaz a Frank Klepacki csinálta, aki annó a Command & Conquer zenéjét is szerezte. Ennek ellenére én amikor játszottam, nekem nem tűnt fel az sem, hogy szólna valami. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy beleírik a játék hangulatába, de semmi maradandó nem alkotott és nem szabad várni. A játék egyébként szórakoztató, de főleg olyan embereknek ajánlom, akik többen tudnak esetleg vele játszani, egyszerre megismerni és felfedezni az újításait, magát a világot. Megvenni én most a hétvégi Steam-es akcióba ajánlom, hiszen most 19 euróért lehet megvásárolni, azt az 5000 forintot megéri a játék. Az eredeti 45 eurós árat én nem fizetném ki érte. Minden esetre szórakozásnak jó, én biztos vagyok benne, hogy egy komolyabb játékos is hosszú heteket tud ezzel eltölteni, mivel azért sem az egyjátékos mód, sem a többjátékos mód nem könnyű.
Ezzel zárnám is soraimat, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy végighallgattatok. Ha tetszett a videó, ha nem tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára. Nyugodtan lehet kommentelni, ha esetleg más a vélemény, vagy ugyanaz, megbeszéljük. Jó éjszakát, sziasztok!